back in ETV. Hello, a Balkoni TV Budapestet látjátok, a Ustream teraszán vagyunk, ez pedig itt a Drastic Puttó. Melyik dalt hoztátok el? A Doktor úr címűt. Akkor játsszátok. Kösz, játsszuk. Egy kis csípés nyugodjon meg, csak egy kis szúrás annyi lesz, hogyha ügyesen csinálja kap matricát, választhatja a cicát vagy a kis kutyát, mondja kérem, hogy áll. Kiskutyásat szeretném kérni, köszönöm szépen! Lehet, hogy mégsem lesz ez olyan egyszerű. Kedves uram, engedd el mével, ez egy nagyobb tű. Kérem, ne hát rá, jó, kaptam az át. Szorítsa össze a fogát, vagy ötven éven át. Mondja kérem, hogy áll, ugye nem is fáj. Mondja, hogy áll, ugye nem is fáj. Kérem, áll, ugye nem is fáj. Mondja, Drasztik Puttó, köszönjük szépen. Ez elég régóta megvan ez a zenekar, de mégis sokáig mellőztétek egy kicsit, mert te mindenféle menő zenekarokban doboltál. Mi történt most, hogy csináltatok egy nagy lemezt, és elkezdtetek koncertezni? Kiléptem a nagy zenekarból. De ezért? Ezért léptél ki? Tehát úgy volt, hogy kiléptél a nagy zenekarokból, elkezdtél imatkozni, és eszedbe jutott, hogy van neked egy Drasztik Puttó nevű zenekarod, vagy az volt, hogy annyira szeretted volna ezt csinálni, hogy muszáj voltál azt abba hagyni? A B-verziót választanám. Nagyon szerettem volna ezt csinálni, és egyébként meg hát találtunk egy nagyon kedves menedzserlányt, aki segít nekünk. Mi is próbálunk neki, amikor tudunk, és hát miatta is azért van ez a meglódulás ocska. Ez mennyire a te zenekarod? Egyébként ez egy zenekar, ahol mellesleg te vagy az énekes, és most nem dobolsz, és dalszöveget is írsz, vagy ez azért annál jobban hozzátartozik? Mondjuk úgy. Most nem tudom, hogy ezen megsértődnek a többiek, de hogy... Sértsd meg őket, légy szíves, itt a Balkoni TV Budapesten. Nem olyan, mintha ők a kiterjesztett végtagjaim lennének, csak izmosabbak. És közben te egy polip vagy. Pontosan. Most már egy ideje játszátok az új dalokat koncerten. Mennyire volt nehéz ezeket megtanulni, mennyire mennek? Van esetleg olyan dal mondjuk, amit stúdióban tök jól fel tudtatok venni, de élőben előadni nem olyan könnyű.
akkor nem ismered a zenekar képességeit, úgy tűnik. Nem, egyébként a legtöbb dalt azt játszottuk már korábban is. Tehát most igazából 3 dalt játszunk, ami új, az új lemezről és új. De azelőtt már, tehát van olyan szám, ami már 3 éve megvan, és csak most jelent meg. Tehát... És most egy picit ide fordulok, hogy ez a kesztyűs gitározás, hogy ez mennyire vált be, ezt fogod később is alkalmazni? Igen. Köszi! Hát akkor kösz, hogy itt voltatok, remélem nem sértődtetek meg a végtagos megjegyzés miatt, nektek pedig kösz, hogy néztetek minket, legközelebb találkozunk. Back in ETV.